szerethetnénk a világot. Tehát a férfiak már megpróbálták az országot, is most nagyon-nagyon férfi uraltának érzem valahogy, tehát a vezető hatósban, illetve a vezetők között igazán potensen nő nincsen jelen, illetve kivéve a népszerű Dávid Ibolyát, de ő sem a hatalomnak a jelképe, hanem inkább a népszerűségé. Vagy jó lenne, hogyha most egy kicsit egy női világ lehetne. Tehát, hogy mi is megkapnánk, hogy kapjunk már mi is egy lehetőséget. Nem biztos, hogy jobban csináljuk, de, vagy jobban csinálnánk, de hagyd próbáljuk már ki, hogy milyen lenne, hogyha a női értékek mentén alakulna a világ. Még azon túl, hogy 100%-ig egyetértek azzal, amit elmondtál. Ezt még férfitől sosem hallottam, Andris. De tőlem már sokan hallották, hát a hosszú ideje ez a véleményem. Megpróbáltuk, nem sikerült, próbálja meg más. Egyetértek. De nem félő-e az, hogy a nők nagyon gyorsan megtanulnák mindezt? Én úgy érzem, hogy nem, mert hogy kicsit másképp vagyunk biológiailag is teremtve, mint ti. Én úgy érzem, hogy nem. És ha megtanulnánk, akkor is nagyon-nagyon sok száz évnek kéne eltelnie. Tehát, hogy az elején biztos, mire olyan mélyre érkeznétek, mint ahol a férfiak. Én azt vettem észre, hogy nők egymás között, vagy nők másokkal nem annyira hátba támadnak, vagy nem annyira hátba szólnak. Tehát az a fajta kegyetlenség, az nagyon-nagyon ritkán van elő egy női... Nagyon kegyetlen hely a magyar televízió? Én azt gondolom, hogy nagyon kegyetlen hely. Nyilván a világ is nagyon kegyetlen hely, de nagyon kegyetlen hely. És amit én próbáltam ott, tehát volt egy olyan furcsa szokásom, hogy minden nap a két év alatt kitűztem magamnak, hogy minden nap csinálok egy jót. Tehát minden nap teszek egy emberre jót, aki mögött nem áll senki. És ezt mindig be is tartottam. Mint igazságos Mátyás király? Igen, Mátyás királynő. Jártad az országot? Igen. Tehát, hogy olyan emberrel mondjál, minden mondjál nap... Mondjál egy jó téteményedet. Például, hogy olyan embert vettem le az elbocsátás listáról, aki nagyon szegény volt, kisgyereke volt, idősebb nő volt, vagy például olyan műsort rendeltem én meg, például a 72 óra az én kedvencem volt, amit sajnos, amikor eljöttem, rögtön ki is rúgtak a kulturális magazin fiatalokkal, és szerintem ők nagyon-nagyon tehetségesek voltak, és ők úgy jöttek oda például, hogy senki nem állt mögöttük, csak egyszerűen jók voltak, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor végigverekszem, hogy ők ott legyenek. Tehát valahogy minden napra adtam valami olyan kisebb vagy nagyobb cselekedetet magamnak. Tényleg mindegyikre? 700 jó cselekedet áll mögötted? Ez egy kicsit... Szombat-vasárnap szünet eltér, kicsit felnagyítva, vagy kicsit így felnagyítva hangzik, de igen. Szóval adtam mindig arra, hogy valami apróságot minden nap. Tehát pont azért, mert hogy egy olyan nagyon kegyetlen világ volt, hogy nem mások kedvéért, csak saját magam kedvéért mindig csináltam valami jót minden nap. És lehet, hogy bután hangzik, de tényleg így volt. Egyetlen. Mit tart a legjelentősebb eredményének, hibájának a két év alatt? Na, maradjunk az elsőnél. Mi a legnagyobb eredményed? A legnagyobb eredményemnek azt tartottam, hogy amikor oda kerültem, akkor szinte senki nem volt ott. Tehát... Üres volt az épület? Szinte üres volt a televízió, és azért amikor 3-4 hónap után szinte ott volt már Vámos Miklós, Kepes András, Mikó István, kicsit később Mesterem Vitrai Tamás, tehát nagyon sok Törőcsik, Mari, Kovács Kati, Hauman Péter, tehát hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt sikerült a művészvilágnak egy általam tehetségesnek tartott csapatát odavinni. Sikerült kialakítani a szombat-vasárnapi szórakoztatósávot, ami ma is tulajdonképpen a nézettség tekintetében alappillér. Sikerült összevonnom, tulajdonképpen két ember munkáját vettem át, ugye volt egy politikai alelnök, meg egy kulturális alelnök, ezt a két munkakört vonták egybe, és ez lettem én. Sikerült egybevonnom a területet, sikerült minden héten csütörtökön az egész alelnökséget, a különböző területeket összevonni alelnöki értekezletek keretében. Büszke is vagyok rá, hogy még most is mennek ezek a alelnöki értekezletek. Tehát nagyon sok jó dolog volt. Most lehetőséget teremtek arra, hogy ha akarsz őszintén válaszolni valamire, ha nem, akkor többet nem kérdezem, jó? Oké. Mi a magyar televízió? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Amikor oda kerültem, akkor mivel, hogy annyira sok műsort szüntettek meg addigra, amire oda kerültem, és igazándiból Szabó László Zsolt főként a média diplomáciával foglalkozott az elején legalábbis, akkor nagyon a műsorokkal kellett foglalkoznom, meg ugye sok elbocsátást vitt véghez az alatt a periódus alatt az elmúlt első fél évben, tehát nagyon kellett vigyáznom arra, hogy ne sötétüljön el a képernyő, tehát hogyha véletlenül valaki elbocsátódott úgy hirtelen, akkor tudjam pótolni, tehát hogy legyen műsor. Ez lehet, hogy furcsán hangzik. Nem jól tettem fel a kérdést. Mindjárt mondom, jó? Oda lyukadok ki, amit szeretnél hallani szerintem. Tehát akkor a műsorokkal kellett foglalkoznom, hogy tüzet oltsak. Utána már kevésbé. Tehát utána inkább kiegyensúlyozni, kicsit politizálni, kicsit hatalmi játszmákat játszani. Tehát utána már a munkámnak egy része tudott csak erre maradni, amit igazából szeretek. De a magyar televízió az mindig is, mint minden közszolgálati televízió, egy nagyon átpolitizált hely. Hogyha erre irányul a kérdésed, nem tudom pontosan, hogy mit szeretnél hallani. Azt szeretném, pontosabban kérdezek, hogy tudnék a magyar televízióban zajló folyamatokat mi irányítja? Politika, pénz, a nézők igénye,
személyi harcok. Ez mindig együtt, és attól függéppen, hogy melyik az erősebb a négy hatás alól. Ez változik, tehát ez még az én két év alatt is változott. Milyen irányba? Milyen irányba változott? Ezen így nem gondolkoztam, de néha nyilván felerősödött a politika, nyilván felerősödött ez meg a személyi harcok. Tehát nem inkább személyi harcoknak. Hát pénz olyan nagyon sok nem volt, mivel hogy... Hát azért elég sok milliárd. Igen, de mivel hogy fizetésképtelen volt szinte majdnem végül az intézmény, tehát gondold el, hogy nekem úgy kellett műsorokat rendelnem, hogy tudtam, hogy fél évig, egy évig nincsenek kifizetve. Tehát a kisebb műsorgyártó cégek, a többségük nem volt kifizetve, tehát a kisebb műsorgyártó cégek például nagyon-nagyon nehezen éltek, vagy az egyéni bedolgozók nagyon nehezen éltek, de minden csatorna átpolitizált. Hisz például most olvastam, hogy ugye itt a terrorizmus elleni háborúban például a CNN-nél kiadtak egy körlevelet, hogy nem utassák annyira csak az afgán civil áldozatokat, hisz Amerikában is 5000 áldozat volt, tehát kiadtak egy ilyen körlevelet, mert ez a CNN honlapján volt, hogy Bush elnök kérésére. Tehát gyakorlatilag mindenütt át tud politizálódni a televíziózás. Rendben, nem kérdezek tovább. Egyetlen olyan műsora sem volt, amit a kritika elfogadott volna. Egyiket nem igaz, semmiképpen sem igaz, de kevés, ezzel egyetértek. Nem zavarja? Így szól a kérdés. Az én saját műsoraimra gondol nyilván, nem, a magyar televízió. Én úgy értelmeztem a kérdést. De lehet, hogy tévedek. Nagyon furcsa, én szeretem az újságírókat, nagyon tisztelem a... Én szeretem ezt a szakmát. Szeretem az újságírókat, szeretem a kritikusokat, és nagyon tisztelem a jó kritikát. Tehát nagyon-nagyon tisztelem, hogyha, még ha valaki negatívat is ír akár arról, amit én csinálok, ha látom, hogy tisztességesen végignéz, és ott köt bele, ahol lehet, én azon szórakozom, tehát én azt szeretem. De elsősorban én a nézőknek dolgozom, tehát én a nézőket szeretem, én őértük dolgoztam és dolgozom, tehát nekem az a fontos, hogy nézzenek. Akárha én csinálok műsort, akárha én vagyok az alelnök. Tehát nekem az nagyon-nagyon jól esett, hogy amikor elkezdtem dolgozni műsorokért felelős alelnökként, akkor a hétvége nézettsége annyira fölment. Tehát például a vasárnapi Sláger TV-nek a nézettsége rögtön a legnézettebb lett. Vagy a... Ne haragudj, Andrea, muszáj vagy közel, én tartom magam... nem zavar. Én tartom magam a 40 perccel ezelőtti megállapodáshoz, nyilván te is, hogy őszinték vagyunk. Okay. Hát azért arról beszélni, ne haragudj, kicsit kijöttem a békettülésből. Arról beszélni a magyar televízió esetében, hogy nőtt a népszerűség, mert akkor is, hogyha tényleg a Hauman Péter műsorát többen nézik, mint a többi műsor, azért mégiscsak a dolgoknak egy sajátos beállítása, nem? Na mondok akkor egy csúnyát, te is kijöttél a sodróba, én is mondok neked egyet. Ez... Én a békettülésből csak a békettülésből, én meg mondok neked valamit. Én a magyar televíziót úgy látom, hogy mint a Corvin áruházat. Ugye a Corvin áruház? Ki ne emlékezne a régi szlogenre, hogy a legnagyobb áruház, a legnagyobb választék. Itt van ez a pohár.